A Magyar Telekom 2008-ban a Delfin díjat azzal a céllal hozta létre, hogy bármely Magyarországon működő vállalat fenntarthatósági törekvései díjazza. A Delfin díj nem más, mint díj egy elkötelezett, fenntartható, innovatív nemzedékért. A 2017-ben a Delfin díj fenntartható tudatformálás kategória nyertese az Impact Hub Budapest. Az Impact Hub egy olyan budapesti közösségi iroda, ami egyben rendezvényhelyszín, vállalkozásfejlesztő, asztalszolgáltató helyszín, ami elsősorban azoknak az embereknek szól, akik nem csak infrastruktúrát kívánnak, hanem valamilyen olyan hozzáadott értéket is, amit máshol nem kapnak meg. Az Impact Hubnak, az irodánknak nagy előnye az, hogy teret ad a fiataloknak, vállalkozóknak arra, hogy itt kimondottan egy nemzetközi környezetet talál. A nyelvünk az angol. A világ minden tájáról, Hongkongból, Ázsiából, vagy éppen Amerikából. Nagyon sok olyan digitális nomád, és egyben pedig vállalkozó van és dolgozik itt, akikkel minden nap tud találkozni. A mi feladatunk egyben az is, hogy ezeket a kapcsolatokat összehozzuk. A közösségünknek egy nagyon nagy értéke a tudás megosztás. Ezért kaptuk a Delfin díjat, ami nagy elismerés. És ez például ennyire praktikus programokkal tudjuk elősegíteni, mint az alapítótárs kereső workshop, de nem feltétlenül csak a vállalkozókkal, meg az új projektekkel kell foglalkoznunk, hanem például a friss apukákkal, anyukákkal, akiknek gyerekfelügyeletet tudunk biztosítani hétről hétre. Tehát amíg a gyerek játszik, addig apuka, anyuka tud dolgozni, és tud olyan emberekkel beszélni, tud olyan felnőtt munkakörnyezetben dolgozni, ami megkönnyíti azt, hogy egy értékes munkaerőként, értékes vállalkozóként térjen vissza a munkavilágába. Vannak kevésbé komoly programok is, mint például a csütörtök délutáni borozások, ami gyakorlatilag egy facilitált networking arra, hogy a közösség tagjait bemutassuk egymásnak, vagy az éppen azon a héten érkezett új tagokat nagyon könnyen be tudjuk vezetni a közösség életébe. Bár egy budapesti közösségi iroda vagyunk, van több mint 16 ezer hasonló értékrend mentén dolgozó ember, akik neked szívesen segítenek. Bár egy rendkívül szép helyen vagyunk, de nálunk az érték nem a falakban van, hanem az emberekben, akik itt a falak között dolgoznak.